Már egy másik épületben az Alba Innovár 2-ben kezdte meg a második évfolyam a felnőtt képzési tanfolyamát Fehérváron. A digitális felnőtt képzési programot tavaly januárban indította útjára az Alba Innovár. Az országosan is egyedülálló kezdeményezés célja a szakmai tudás és termelés hatékonyságának növelése, és nem utolsó sorban a szakképzett munkaerő hiány csökkentése. Nagyon büszke vagyok arra, hogy sikerült fizikailag is megnyitni az Alba Innovár 2-t, ami a felnőtt képzésre fog szólni. Az Alba Innovárt azért hoztuk létre, hogy a 21. századot közelebb hozza, tudásra, nóhóra a Székesfélvár lakosság, lakosságához, alapvetően a fiatalokhoz. Az Alba Innovár 2 azért hoztuk létre, hogy a felnőtt képzésbe, hogy úgy a digitális megalapozottsággal jobban tudják a, a, a jövőt, jövő teljesíteni a dolgozók. Ez tavaly januárban indult be először az Arkoniknak a dolgozóival egy sikeres 5 hónapos kurzus csináltunk. A diplomaosztó júniusban volt, a székesvérvári diszterembe, az alkaléknak az bocsánat, az alelnöke is részt vett ezen a, a diplomaosztón, és nagyon büszke, ez egy globális mintaként emlegette akkor, a, akkor az alelnök, hogy ezt, ezt mindenhol az egész világon körbe kellene vinni. De ugyanakkor a második lépés, amit most már egy fizikai helyet is ki tudtunk jelölni neki, a második lépés is az, az Alba Innovárba történt meg, most a Harmannal kötöttünk egy olyan megállapodást, ami remélhetőleg a Harmannak egy minta lesz globálisan, hogy, hogy ilyen típusú képzéseket végezzenek. Maga a felnőtt képzési modell az, hogy áll össze? Mondjuk nézzük ezt a kezdetektől. Valamikor 2018 májusában ö, volt ö, egy olyan ipari fórum, Ipar 4.0-ás fórumnak nevezte a polgármester úr, aminek a... A lényege az volt, hogy a legnagyobb multinacionális vállalatokat, illetve kiemelkedő KKV vállalatokat meghívtak egy fórumra, és megegyeztek a közös nevezőbe, és a közös nevező az volt, hogy bizonyít képezni kell az embereket, mert nagyon komoly technológiai váltásokra van szükség, mert nagyobb hatékonyságot, és a munkaerő hiányt csak ezzel lehet kezelni és igazából ekkor indult egy olyan képzési program, ami akkor egy két-három napos képzési program volt, amin nagyon sok vállalat részt vett, amit az Alba Innovárba tartottunk, de kérésre ki is mentünk a vállalatokhoz, illetve érzékenyítés végeztünk el, különböző helyen családi napokat, családi napokon vettünk részt, most legutóbb szombaton a, éppen a harmannál voltunk, három-négy ezer ember nézhette meg az Alba Innovárnak a robotjait, a mindenféle ipari és szolgáltatás, ugye a Pepper, ami már jól ismert Székesfehérváron, meg Legóval játszottak a gyerekek, stb. És, és igazából tavaly, mint ahogy említettem, tavaly januárra sikerült összerakni egy olyan képzési formát, amikor a öt napból először két napot, de utána rájöttünk, hogy az egy nap az, amikor, amikor meg tudják oldani a vállalatok azt, hogy, hogy nem könnyen, de a dolgozókat elengedik tanulni, és akkor egy napot tanulhattak, az valahogy megold, tehát egy, egyfajta termelési redundanciával, tehát az, hogy mások kvázi beálltak a helyükre és dolgoztak, tehát megoldották a kiejtetsítésüket, és akkor öt hónapon keresztül minden héten egy-egy napot itt töltöttek 15-20 dolgozó, illetve először 20, és utána a végén a finisbe 15 dolgozó, és a végére gyakorlatilag olyan képességekkel tettek szert, amivel robotcsorokat tudnak kezelni, amivel automatizációba mondjuk azt, hogy értelmesen bele tudnak ö, nyúlni, tehát nem egy piros gomba, sárga gomba, zöld gomba, hanem valóban, hogyha valahol elakad az egész rendszer, akkor ők kisebb ö, problémákat át tudnak hidalni, akár programozás technikailag is bele tudnak segíteni a rendszerbe, és ez egy jóval magasabb szintű munkakör, mint amit ideig végeztek. Maga a képzés, ez mennyiben gyakorlati inkább, és mennyiben elméleti? Ö Igazából az legelején úgy terveztük, hogy a 30-70, tehát hogy 30 elmélet és 70 gyakorlati, és ezért is jó az, hogy együtt dolgozik az oktatási intézmény és a vállalat, folyamatosan cserélik a, a gondolatokat, az, hogy milyen tananyagokat kell gyártani, rá kell ébnedni arra, ami bizonyos szempontból azért nem volt meglepő, hogy a felnőtt képzésbe az elméleti rész az nem annyira hangsúlyos, mert az embereknek a gondolkodás módja nincsen ráhangolva a szövegértésre. Tehát két, három, négy mondat után az emberek többsége elveszíti a fonalat, és nagyon nehezen találja meg magát, amikor viszont gyakorlatilag mutatjuk meg azt, hogy mi a feladat, mit kell csinálni, és azt kell utána csinálni, és ez, ennek persze meg lehet találni több módját is, akkor sokkal hatékonyabban tudnak előre haladni, és tulajdonképpen a januári képzés így alakult, és a mostani képzés már így alakítottuk ki. Ha európai, európai szinten gondolkodunk, akkor azok, akik elvégzik ezt az öt hónapos képzést, azok mennyiben lesznek versenyképesebbek, mint mondjuk egy német vagy egy holland, vagy ott már alapvetően így kerülnek ki az iskolából a, a hallgatók. Ebben a pillanatban nem csak Európában, hanem az egész világon, tehát usa de akár Ázsiában is nagyon komoly hiány van a digitális kompetenciák a felszerelt emberekből. Az emberek sokszor azt gondolják, a digitális kompetencia csak azt jelenti, hogy, hogy hogyan tudok egy mobilt irányítani, hogyan tudok egy robotot irányítani, hogyan tudok programozni. Ennél sokkal többet jelent. A, a digitális kompetencia az valami olyasmi, hogy a digitális eszközökkel megalapozva helyes döntéseket tudjak hozni, Csoportba, csoportmunkába hatékonyan tudjak részt venni, de ugyanakkor egyénileg is tudjak fejleszteni. Na most ilyen típusú emberből azért nagyon kevés van. Általában inkább a felsőfokú végzett, tehát mérnökök bírtak ilyen képességekkel, és mondjuk azt, hogy jobb helyeken technológiai végzettsége bíró emberekkel, de nem, ez se volt teljesen tipikus például Magyarországra, de ugyanígy nem, nem tipikus többi országra. Tehát magyarul ezek a képességek borzasztó keresettek, és nagyon sok pénzt lehet velük keresni, és nagyon biztos jövő várhat olyan emberekre, akik akik ilyen ö, tudással ö, rendelkeznek, én azt gondolom, hogy ezért nem kell külföldre menni, itt Magyarországon is nagyon komolyan meg tudják ö, ö, fizetni ezeket az embereket, de ugyanakkor zárójelben megjegyzem, hogy Mindenhol borzasztóan keresett ezek, ez az ilyen típusú szakemberek. A Város és az Alba Innovár tehát az ipar 40 hozta kihívásokra reagált a programmal. A résztvevők 5 hónapon keresztül heti egy gyakorlatorientált képzési napon sajátíthatják el a digitális kompetenciákat. A képzések beindítása a Város támogatásának is köszönhető. Az indulás is közös volt, egy alapítvány, egy városi alapítvány kereste meg gyakorlatilag a szakmai javaslattal a Várost. Érzékeltük az igényt akkor abszolút az iskolák, diákok, tanárok részéről, hogy valamilyen központot létre kéne hozni, hiszen azért arra, hogy ez a technológia minden egyes iskolába egyenként megjelenjen, arra még azért azt gondolom, hogy várni kell, de hogy egy programot el tudtunk indítani, az azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos volt. Ugye a harmadik tanévet kezdtük meg, ha az iskolákról beszélünk, ezzel gyakorlatilag az Alba Innovár egyet tudtuk elindítani, teljesen felszerelni, hozzá a szakembereket biztosítani, nagyon jó kis csapat állt össze, és nekik is köszönhető, hogy több mint 11 ezer diák járt már az Alba Innovárba az elmúlt tanévek során. Ebben nagyon sokféle korosztály szerepel, és vannak, akik már időről időre visszatérnek, hiszen időközben a következő két év is eltelik, és egy más tematikával megkapnak még egy program lehetőséget itt az Innovárba. A családi napokkal, kitelepülésekkel, iskolai kitelepülésekkel együtt kb. 15 ezeren találkoztak az Innovárral. Itt nem csak fehérvári diákokra, hanem minden fehérvári iskolába járó diákra is ke kell gondolni. Viszont ezzel párhuzamosan érzékeltünk még két kihívást, ami megjelent. Az egyik a, még a diákokhoz kapcsolódóan az okostanterem kérdése. Itt szeretnénk elérni, hogy a következő években viszont okostanteremből valamennyi iskolába legyen. Ennek az első, mondjuk úgy, hogy prototípusa az a szénatéri általási iskolába jött létre, most már mondhatjuk ezt. Várhatóan a jövő héten már el is lehet indítani fontos, hogy ott sem csak egy tanteremről van szó, persze szerintem különleges, ahogy kinéz egyébként, hanem nyilván egy technológiai fejlesztésről, és mellette pedig tanároknak a továbbképzéséről, akiknek ezúton is köszönöm, hogy ezt vállalták, hiszen ők fogják ezt a tudást átadni a fiatalok számára. És volt még egy terület, a felnőtt képzés, ahol komoly igény jelentkezett és mutatkozott. Folyamatban van egyébként egy felmérésünk, az ipar 4.0, tehát gyakorlatilag a digitalizáció, a robotika bekapcsolódása, a fehérvár iparban az összefüggésben az összes ipari szereplő közül a legnagyobbakat megkerestük ők már a különböző adatokat, információkat, válaszokat a következő néhány év jövőképét megadták nekünk, és azt kérték, hogy felnőtt képzéssel próbáljunk ennek egy háttérsegítséget megadni. Logikus volt, hogy ezt az Alba Innovárban teremtjük meg, ezért az Alba Innovár 2, és ott most a harman kezdett el egy felnőtt képzést, hogy az Arkonik egy osztályjal már képviseltette magát, ők egyébként visszatérnek idén egy következő csoporttal, most a harman is bekapcsolódott ebbe. Itt már kifejezetten a ma munkavállalóinak a továbbképzése történik meg, öt hónapon keresztül, és ami különlegessé teszi szerintem, hogy itt a cég azt is vállalta, és talán ez is jelzi, hogy mennyire fontosnak tartja ezt a képzést, hogy azok az emberek, akik ennek a csoportnak tagjai, azok hetente egy napot itt töltenek. Tehát nem a, a munkahelyükön vesznek részt a termelésben, hanem itt vannak, és itt látják el gyakorlatilag ennek a képzésnek a keretében ezt a tudást megkapva, a befektetést abba, hogy a jövőben ők egyébként ezen a területen a saját cégükön belül kiemelkedő munka végzésére kaphassanak majd feladatokat. Maga a képzési modell a számszerűen hogy áll össze, tehát ahhoz, hogy egy ember egy öt hónap alatt itt elvégezze ezt a képzést, ahhoz mondjuk összegszerűen mire van szükség? Körülbelül egy olyan 20-25 millió forintot biztosítottunk, azért csalóka ez, hiszen ebben a hely kialakítása az mindig egy, egy fontos kérdés, hogy ez most összeállt, nyilván ezt technológiailag folyamatosan fejleszteni kell, de összességében mégis az nyilván ekkora beruházást a jövőben ez már nem igényel, és van egy, egy nagyon jelentős rész, amit ebben az esetben a képzés nagy részét egyébként viszont már a munkáltató állja, tehát az önkormányzat biztosította a helyet, a technikai eszközöket, biztosította a szakembereket, az Alba Innovál viszont mostantól kezdve már a képzés költségeinek jelentős részét a munkáltató állja. Nyilván ők döntik el, hogy ezen belül a munkavállalótól ők kérnek vagy nem kérnek. Én azt látom, hogy főleg az első csoportoknál valószínűleg nem fognak kérni hozzájárulást, és aztán ebből össze tud állni egy olyan üzemeltetési modell, ami ezt fenntarthatóvá is teszi. Szeretném azért azt hangsúlyozni, hogy amikor azt mondjuk, hogy az önkormányzat biztosítja mondjuk ehhez a forrásokat, akkor azért ebben jelentős helyi adó bevét ételekből származó támogatások is szerepelnek, ami azért nyilván azt is jelenti, üzeni, hogy visszajuttatjuk a gazdaságba a helyi adót, de egy képzési struktúra az oktatás formájába, és alapvetően a munkavállalók járnak ezzel úgy gondolom, hogy a legjobban. Talán azt még érdemes elemként hozzá rakni, hogy a Titkokházával egy természettudományos laborrendszer jött létre, az egyébként jelentős Európai Uniós támogatásból, illetve ez kiegészült még az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karán, egy olyan robotika tanszék laborrendszernek a kialakításával, ami részben az egyetemistákat, részben pedig ott is a felnőtt képzést fogja szolgálni. Az arkonikusok már megkapták a diplomájukat, harmonosok vesznek részt a képzésen. a következő években, mik a következő célkitűzések, illetve lesz elég kapacitás most itt az Alba Innovárban, hogyha több cégről beszélünk? Nagyon jó a kérdés, mi úgy látjuk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés. Egyre többen ismerik föl, hogy ez nem csak a mi gyermekeinknek a, a, a korát érintik, nem csak az ő úgymond problémájuk és egyben lehetőségük, ami azt, azt jelenti, jelentő digitalizáció, hanem bizony a munkavállalói vonatkozásokban is szükség van. A továbbképzésre. Szerintem ez egy fenntartható modell, ami itt kialakult, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell majd a kapacitást bővíteni, de hát ezt akkor érdemes bővíteni, amikor már valóban az az igény jelentkezik, ami utána ennek a fenntarthatóságát is biztosítja, hiszen azért sem az eszközök nem olcsók, sem nyilván a hely, helyek üzemeltetése nincs ingyen, és egy nagyon fontos szakembergárdára van szükség, akik gyakorlatilag ennek a, a programnak a lelkét, lelkét adják. A technika nagyon fontos, de egyrészt azzal kell tudni bánni, másrészt pedig a tudást azt át kell tudni adni, és ehhez a tanároknak, szakoktatóknak, szakembereknek a szerepe az, az nélkülözhetetlen. Ez igaz, itt az Alba Innovár egyre, a kettőre, a diákok oktatására, a felnőtt képzésre, vagy éppen majd az okostanteremre is. A tervek szerint a következő egy évben még 60-70 munkavállaló vehet részt az innovár képzésein.